Sziasztok! János vagyok, felnőttek kerékpáros oktatásával foglalkozunk. Sorozatunk utolsó részében olyan mindennapi helyzeteket fogunk bemutatni, amikről talán nem is gondoltátok volna, hogy kerékpárral is meg lehet oldani. Ebben segítségünkre lesz Eszter, aki belvárosi ügyvédi irodában jár dolgozni, de biciklivel jár bevásárolni, templomba, és ezzel viszi a gyerekekét is iskolába. Tíz évvel ezelőtt csak munkába járásra használtam a biciklit, most már ezzel vásárolok be, ezzel viszem a gyerekeket ide-oda, amoda, gyakorlatilag biciklivel élem az életemet. Nincsen spéci biciklis tudcom, minden héten 80 kilométert biciklizek, és ehhez nincsen semmiféle speciális biciklis felszerelésem. Fokozatosan tágultak a keretek. Először csak a kis eső nem zavart, utána a nagyobb eső nem zavart, aztán már a 40 fok se zavart. Úgyhogy így szépen lassan eljutottunk odáig, hogy 4-5 éve végig biciklizem az egész telet is, kivéve, hogyha ónos eső van, vagy hogyha egész nap hullik a hó és csúszik az út. Vagy vegyünk például engem. Mivel néha vidékre járok dolgozni, vagy előadásokat tartani, gyakran járok vonattal. Kerékpáromat az állomáson hagyom, és ahelyett, hogy dugóban arra szólnék, még dolgozni, vagy pihenni is tudok a vonaton. A vonatról leszállva, ismét bringára ülök, így hamarabb odaérhetek, mint hogyha autóval tettem volna meg az utamat. Sokan félnek attól, hogy az állomáson hagyott bringájukat ellopják. Ezt megelőzhetjük, hogyha egy nem túl feltűnő kerékpárt használunk, és azt egy edzett acél ulakattal vagy lánccal lögzítjük, egyszer a kerekét és a vázat is egy stabil oszlophoz vagy támaszhoz. Most a gyerekeim 6-8-10 évesek, és szuper jól közlekednek biciklivel, nem sportolásként, hanem közlekedésként. Tehát mi nem úgy biciklizünk, hogy elvisszük az autóval a Tiszatóhoz a bicikliket, majd ott körbetekerünk, hanem biciklivel megyünk iskolába, óvodába, templomba, néhány kilométeren belül mindenhova biciklivel közlekedünk a gyerekekkel is. Fontos szabály, hogy 12 évnél aluli gyerekek főútvonalon nem bringázhatnak. Ők ilyenkor használhatják a járdát, de azt is csak legfeljebb 10 km/órás sebességgel, tehát lassan. Eszterék emiatt mellékutcákat használnak, így együtt bringázhatnak az úttesten. Ha az úttesten tekertek, és két szülő kíséri a gyereket, akkor értelemszerűen elől-hátul egy szülő zárja és nyissa a csoportot. Ha egyedül mész, sok esetben jól működik az, hogy a gyerek megy elől. Te, mint szülő, egy picit beljebb az úttest közepe felé húzódva tudod tartani a biztonságos oldaltávolságot a gépkocsiktól, illetve kereszteződésekhez érkezve akár mellé is mehetsz, és megfoghatod vagy segítheted az átkelését. Akkor javasolt elől hagyni a gyereket, hogyha biztos vagy abban, hogy vezényszóra azonnal reagál, megáll, jobbra fordul, és nem halad bele a kereszteződésbe saját maga. Ha pedig mögötted halad a gyereked, akkor abban kell biztosnak lenned, hogy nem marad le tőled 1-2 méter távolságnál jobban. Eszter a napi bevásárlását is bringával intézi. A csomagtartójába és a hátizsákjába rengeteg dolgot el tud pakolni, a kormányra viszont csak a legvégső esetben akaszthatok szatyrot. Köszi, hogy megnéztétek a tévhitekről, szabályokról és az együttműködésről, valamint a mindennapi helyzetekről szóló részeket. Próbáljátok ki először hétvégente a környékbeli kis utcákat, bringautakat, és fokozatosan haladjatok a nehezebb pálya felé. Egyre többen jönnek rá, hogy bringával olcsón, szabadon, kényelmesen és biztonságosan érhetnek el bárhová. Ne maradj ki te se! Ha menned kell valahová, inkább bringázz!